Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig az Ultrahangjáték mai adása, ahol ezúttal Orbán Viktor a svájci Weltwoche újságírójának adott egy bő 20 perces videóinterjút angol nyelven, nem sokkal azt követően, hogy elindult Moszkvából, ahol Vlagyimir Putyinnal találkozott. Ezt az interjút hallhatják most, a kérdező újságírónak a magyar hangja Longauer András lesz, és jó magam szinkronizálom Orbán Viktort a mesterséges intelligencia segítségével, tehát az én hangomra húztuk rá a mesterséges intelligenciát. Ez egy kísérleti adás, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, hogy hogy jobb, hogyha a saját hangunkon szólal meg a műsor, vagy jó ez így, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, azért itt-ott lehetnek benne kiejtési hibák, mert egy ilyen nagyon bonyolult metódussal készül ez. Írják meg kommentben, hogy hogy lenne jobb, hogyha én utánoznám a miniszterelnököt, ez még a saját hangom volt, vagy hogyha a mesterséges intelligencia segítségével tennénk mindezt. Azonnal kezdünk, előtte azonban arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Most pedig Longauer Andrásé a szó, aki Roger Köppelt, a svájci Weltwoche újságíróját szinkronizálja. Ő következik most. Miniszterelnök úr, köszönöm a lehetőséget. Ön találkozott Vlagyimir Putyinnal a Kremlben. Milyen egy olyan emberrel beszélgetni, aki 6500 nukleáris robbanófej felett rendelkezik? Különleges, már csak azért is, mert el lehet képzelni, hogy milyen erő áll mögötte, hogy mit kormányoz. Említett a robbanófejeket, de ismeri a területet, a népet, az egész hatalmas földrajzi kincstárat, amivel rendelkeznek. Szóval ez egy igazi birodalom, egy ember, aki egy igazi birodalom felett uralkodik. Szóval ez egy különleges érzés, de mivel ez a találkozó a 14. volt, így nem volt semmi meglepő, én már tudom, hogy milyen ez az érzés. Szóval olyanok, mint két régi teniszező, akik már sokszor játszottak egymás ellen, ismerik a másik mozdulatát, de mondja csak, hogyan készül fel egy ilyen magas színvonalú, nagyon fontos találkozóra? Ez egy béke találkozó volt. Beszéljünk a napi rendjéről, hogyan készül fel lelkileg egy Putyinnal való találkozóra? De hát először is az első találkozásom 2009-ben történt, amikor én akkor ellenzékben voltam, és meglátogattam őt Szentpéterváron. És egy könyvtárban találkoztunk, hogy tisztázzuk a két ország közötti kifinomult és értelmes kapcsolódási pontokat. Mert Oroszország, a Szovjetunió és Magyarország története elég bonyolult. Többször megtámadták és megszállták ezt az országot. Az 56-os forradalmunkat eltiporták. Mi pedig egy nagyon erős antikommunista politikai párt vagyunk. Tehát nem volt könnyű feladat megtalálni a megfelelő alapot, hogy hogyan fogunk együttműködni a jövőben. Hadd mondjak itt csak egy dolgot, hogy hangsúlyozzam a nézőink számára. Ön is egyike volt azoknak a magyar fiataloknak, akik a barikádokra mentek, hogy a Szovjetunió ellen tiltakozzanak. Ön szabadságharcos volt. Azért dolgozott, hogy az oroszokat kiűzzék Magyarországról. Ezt csak úgy megjegyzésként mondom. Hát sőt, még ennél is többet az egész közép-európai térségben, mondjuk a Szovjetunió Lengyelországtól Magyarországig elfoglalt területein, 1989-ben én voltam az első politikai vezető, egy fiatal, aki egy kis radikális antikommunista párt vezetőjeként egy nyilvános beszédben több százezer ember előtt ebben a térségben először mondta ki, hogy a szovjet csapatoknak el kell hagyniuk Magyarországot. De hát a világ átalakulása nem csak arról szólt, hogy a kommunisták hagyják, hogy szabad választások legyenek, és mi bevezetjük a demokráciát, a jogállamiságot és így tovább a szabadságot. Nem ez fontos volt, de nem elég. Amire szükségünk volt, az az, hogy a nemzeti szuverenitásunkat és függetlenségünket is kivívjuk. Tehát ez egy szovjet ellenes nyilatkozat volt természetesen, mert radikálisan szovjet ellenes dolognak tartották. Engem még kritizáltak is a német nyelvterületről. Emlékszem, a németországi szociáldemokraták azt mondták, hogy Orbán Viktor az őrült fiatal, radikális. Magyarországon azt mondta, hogy az orosz csapatoknak ki kell vonulniuk,
és ez ahhoz vezet, hogy leromboljuk a berlini falat, ami őrültség. A berlini fal soha nem fog leomlani. A mi életünkben ez mindenképpen túl radikális, túl provokatív, elég veszélyes. Ez volt az első támadás ellenem. Ez volt az első támadás ellenem a németol baloldali liberális formációja részéről. Viktor, ez teljesen őrültség. Úgy értem, 30 évvel ezelőtt azzal támadták, hogy túl kritikus az oroszokkal szemben, és most meg azzal kritizálják, hogy nem elég kritikus az oroszokkal szemben. Szinte már személyes támadás, ha egy magyart azzal kritizálnak, hogy túl barátságos az oroszokkal. Mit mondana azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy Orbán, ő ilyen Putyin suttogó, Putyin barátja? Mit mond ezeknek a kritikusoknak, akiknek sok műsoridő jut a médiában? Tehát igen, kritizálnak, hogy Putyin barátja vagyok, de én a magyarok barátja vagyok, és a béke barátja másodszorban. Ez nagyon fontos. Én a béke barátja vagyok. És azért tárgyalok Putyinnal, mert a legrövidebb és leggyorsabb utat keresem, hogyan lehet megállítani ezt a háborút és békét teremteni. De visszatérve az előző nagy kérdésére, tehát hogyan kell felkészülni? Az a találkozó teljesen titokban szerveződött, mert én először Kijevben voltam, hogy találkozzak Zelenszkivel. És aztán, amikor ez befejeződött, akkor kezdtem el szervezni a találkozót Putyinnal. El tudja képzelni, hogy két nappal későbbre szervezzem meg egy ilyen találkozót? És ezt az autópályán tette, amikor Kijevből hazafelé tartott Budapestre? Nem. Titkos üzenetet küldtem a külügyi miniszternek, hogy szervezzem valamit, mert tudja, a telekommunikáció teljesen a többi nagyhatalom megfigyelése alatt áll. És próbáltam a szőnyeg alatt tartani, amennyire csak lehetett, amíg rá nem jöttek, hogy van egy repülőgép, egy magyar katonai gép, amely kéri, engedélyt kér, hogy átrepülhessen Lengyelország felett. Ez volt az a pont, amikor kiszivárgott. De addig teljesen ellenőrzés alatt tartottak. A következő héten lesz néhány találkozóm, ami ugyanilyen meglepő lesz, és még mindig nagyon erős titoktartás alatt vannak. Amikor megérkezem, akkor fognak meglepődni, hogy már ott vagyok. De hát vissza az oroszokhoz. Szóval mentálisan, hogy fel kell készülni mentálisan. Tudják, a béke megteremtése egy keresztény cselekedet. Ez egy keresztény hozzáálláson alapuló cselekvés. Mert ha politikai úton akarják megközelíteni a békét, akkor egyre bürokratikusabbá válnak. Milyen tárgyalási jogkörrel rendelkezik? Mit fog mondani a tanács, mit fog mondani a tanács magas külpolitikai képviselete, Borrell úr hogyan reagál, tudja, szóval egyre bonyolultabbá válik. Tehát ha erkölcsi szempontok által motiváltan szeretne viselkedni, és a béke erkölcsi kérdés, akkor lelkileg fel kell készülnie. Szóval ez az, amit én tettem, döntést hoztam, tudva, hogy rossz reakció fog jönni nyugatról és Brüsszelből, bármi is legyen az, de meggyőződésem, hogy ez az egyetlen út, és ez a kötelességem, amit most meg kell tennem, mert én maradtam az egyetlen nyugati vezető, én vagyok most az egyetlen nyugati vezető, akinek esélye van arra, hogy egyszerre tárgyaljon Kijevvel és Moszkvából. Az összes többi olyan helyzetet teremtett, ahol nincs esélyünk a közvetlen kommunikációra a két főszereplővel, különösen az oroszokkal. Ez egy történelmi hét volt önnek? Személy szerint Orbán Viktornak, hogy néhány napon belül ilyen közel találkozott ezzel a két háborús vezetővel? Történelmi hét volt? Nem. Ha ezt személyes kérdésnek veszi, akkor hibát követel, nagy hibát követel, ne tegy ezt. Egyáltalán nem számít, ki vagyok. Kit érdekel? Van egy sokkal fontosabb kérdés. Ez a lényeg. A béke és a háború. Ne felejtsük el, hogy miközben ez az interjú zajlik,
A fronton minden percben legalább egy tucat fiatal srác hal meg. Tűzvegyeket, opátlan gyerekeket, árvákat hátrahagyva. Szóval, ami történik, az szörnyi, érzelmileg annyira elfogadhatatlan, annyira rossz, hogy ez a motiváció, amiért bármi is legyen az ár, amit politikailag meg kell fizetnem Brüsszelben, megpróbálok tenni valamit, mert különleges helyzetben vagyok a tanács soros elnökeként, és egy olyan ember, akinek lehetősége van arra, hogy mindenkivel beszéljen. Hogyan nyitotta meg a beszélgetést Putyin elnökkel? Nagyon bizalmasan? Mi volt az első dolog, amit mondott neki? Hogyan indította el ezt a békevitát? Az első pillanat a sajtónak szólt. Leülünk hivatalos, elég merev készfogás, és néhány mondattal tájékoztatni a közvéleményt, hogy mi a fene folyik itt, miért vagyunk itt, mi a célja a két fickónak, akiknek beszélgetnünk kell. És akkor, amikor a sajtó kikerült, akkor mondhattam azt, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics elnök úr, hogy van? És akkor elkezdődik a beszélgetés. És mit akart elérni? Mi volt a javaslata Putyin elnöknek? Az első feladatom az volt, hogy közvetlen kommunikációt folytassak az egyik háborús fél vezetőjével, mert az osztrák elnök látogatott el bármely nyugati vezető közül utoljára az orosz elnökhöz Moszkvába, ha jól emlékszem, április 22-én, több mint 2 éve. De hát háború van, és egyetlen nyugati vezető sem találkozott az orosz elnökkel, hogy megkérdezze, elnök úr, mit gondol erről, erről és erről? Hogy látja az esélyét ennek, annak és annak? Senki sem kérdezte meg közvetlenül. Tehát az első célom az volt, hogy közvetlenül tegyem fel a kérdéseket, alapvetően 3 kérdést. Az első. Elnök úr, mit gondol a béketervekről, amelyek már az asztalon vannak? Tudja, hogy mit gondolnak az ukránok, mit gondolnak az amerikaiak, mit gondol Genf, de mi az ön álláspontja erről? És mit mondott? Mi a véleménye a kínai javaslatról? Ilyen is van, tudja. És mit gondol a keretről és a folyamatról, hogy ezek a béketárgyalások hogyan zajlanak, és önt nem hívták meg? Szóval mit gondol erről? Szóval ez volt az első, hogy megtudjuk, tisztázzuk, hogy mit értett meg. Azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy tárgyalások nem történhetnek meg mindkét fél részvétele nélkül. Tehát bármit is csinálnak nélküle, az nem jelent semmit, ami egyébként teljesen logikus. A második nagyon egyértelmű volt, hogy ők már reagáltak az első ukrán álláspontra és javaslatra, ami 2022 áprilisában történt. És hogy erre az oroszok milyen reakciót adtak egy dokumentumban, az még mindig releváns. De hát ezen az alapon továbbra is készek a kommunikációra, tárgyalásra, és így tovább. A kínai tervről, a kínai brazil tervről azt mondta, hogy mindent megfontolnak még azt is. Tehát ez volt az első. A második kérdésem az volt, hogy elnök úr hogyan látja az esélyét annak, hogy egy rövid, korlátozott tűzszünet hamarabb létrejöjjön, mint hogy a valódi béketárgyalások elkezdődjenek. És azt mondta, hogy nem optimista ezzel kapcsolatban. Tudja, Zelenszkij azt mondta, hogy nem optimista, mert az oroszok felhasználnák az ukránok ellen. Putyin meg azt mondta, hogy az ukránok Oroszország ellen használnák. Mit mondott neki? Azt mondtam, hogy fontoljuk meg. Értem az érvelést, de gondolja meg. Minden nap fontos, mert időnyomás alatt vagyunk, mert meghalnak a fiatalok. De legalább gondolkodjanak el rajta. Ne dobja el. Csak gondolkodjanak rajta. A következő találkozón folytathatjuk. A harmadik kérdésem pedig az volt, hogy elnök úr, van-e elképzelése, vagy akár terve arról, hogy hogyan fog kinézni Európa biztonsági felépítése, ha a háború véget ér. De hát ne csak a mára koncentráljunk, hanem arra, hogy hogyan a jövő, ami a gyermekeink és unokáink egy vagy két generációjának környezete és berendezkedése milyen lehet. Mi a terve? Azt mondta, van egy részletes tervünk, tehát tudjuk, hogyan képzeljük el Oroszország és az Európai Unió
illetve a nyugat közötti kapcsolatot, és hogyan kell azt kialakítani. Korai még erről beszélni, de készek bárkivel konzultálni ezzel kapcsolatban. Mi volt a személyes benyomása Vlagyimir Putyinról? Tudjuk, hogy az oroszok nagyon érzelmes emberek, azt mondják, hogy az oroszok barátságos emberek, de ha megsértődnek, ha nem érzik, hogy tisztelik őket, akkor rendkívül dühösek tudnak lenni. Milyen benyomása volt Putyinról? Keserű ember? Olyan ember, aki úgy érzi, hogy becsapták, cserben hagyták? Harci üzemmódban van? Teljes konfrontációs üzemmódban van a nyugattal szemben? Mi volt itt a megállapítása? Hát először is 2009-ben megállapodtunk, hogy együttműködésünk alapja kölcsönös tisztelet lesz, és ezt be is tartjuk. Tehát nem tudom, hogy viselkedik, amikor megsértődik, mert én soha nem sértettem meg. Tehát minden tárgyalás és beszélgetés vele mindig jó hangulatban telt. Ez az első. Másodszor ő több mint 100%-ban racionális ember. Amikor tárgyal, amikor elkezd magyarázni egy dolgot, amikor javaslatot tesz, igent vagy nemet mond, akkor az nagyon racionális. Úgy mondják magyarul, hogy hidegvéd, tudja? Hidegvédi. Visszafogott, hidegvéd. Nagyon óvatos, pontos információi vannak és fegyelmezett. Szóval igazi kihívás a tárgyalás és a felkészültség, a tartani akarja az ember az intellektuális és politikai szintjét. Mennyi ideig beszéltek? Ez a találkozó körülbelül 3 órán át tartott, és ő többet beszélt, mint én. Ez egy nagyon nagy dolog Oroszország számára. Sok újságíróval beszéltem, azt mondták, hogy ez nagy hír Oroszországban, hogy az Európai Unió képviselője Oroszországba jön. Sok újságíró a Russia Today-től, a Rosszia televíziótól is azt mondták, hogy nagy az érdeklődés és nagy volt a figyelem. Hogyan tapasztalta ezt? Mi volt a benyomása? Azt gondoltam, hogy az oroszok örülnek, hogy végre valaki eljön hozzájuk és beszélget velük. Mindenki tisztában van azzal, hogy előbb-utóbb le kell zárni a háborút, és nem érhetünk örökké a háború árnyékában. Tehát még azok is, akik nagyon elkötelezettek az Oroszországért vagy Ukrajnáért való harcban, a szívjük legmélyén tudják, hogy oké, most harcolnunk kell, de előbb-utóbb el kell jönni a békének, mert a béke jó dolog. Reményt kell adjunk az ukránoknak és az oroszoknak, hogy nem lehetetlen, hogy az önök vezetői képesek megtalálni egy olyan megoldást, amelyen még hosszú évekig békésen élhetnek. Tehát ez egyfajta remény. És ha valaki nyugatról, mint én itt van, és felteszi a kérdéseimet, és azt mondja, hogy számít, érdekel a véleménye, mert a békének kölcsönös megértésen is kölcsönös szándékon kell alapulnia, mert sziklaszilárd alapnak kell lennie. De hát amikor rájönnek, hogy valaki a nyugatról, mert a nyugatot itt ellenségnek tekintik, szóval rájönnek, hogy valaki a nyugatról jön, és azt mondja, hogy beszéljünk másképp. Tehát tegyünk mindenkit, nem mondom, hogy boldoggá, de generáljunk némi reményt, és ezáltal egy jó spirituális környezetet. Az eheti küldetésük egy esettanulmány a meglepetésről. Úgy értem, teljesen félrevezették az Európai Uniót. Néhány kollégátok Twitteren kommentálta. Hatalmas reakciót váltott ki a médiában. Mi a lényeges tanulsága ennek a két találkozónak? Közelebb kerültünk a békéhez? Hogyan értékeli a két találkozó eredményeit? Először is reagáljunk a hozzászólásokra. Megértem, hogy nincsenek hozzászokva az Európai Unió soros elnökének ilyen viselkedéséhez. Az utolsó ember, aki valószínűleg hasonlót csinált, az Nicolas Sarkozy volt. Amikor Grúziában megtörtént az orosz invázió, Róda ment és Sarkozy politikai vezetést, politikai soros elnökséget biztosított. Szóval eddig mindenki és minden elég bürokratikus volt. De ha ezt a kérdést bürokratikus szemüvegen keresztül, bürokratikus megközelítésből nézzük, akkor semmi sem fog történni, mert a békét nem lehet bürokraták által létrehozni. Ez lehetetlen. Oké, a bürokraták hasznosak. Dolgozniuk kell.
főképviselő, bizottsági vezető, és így tovább. Európai intézmény, bürokratikus jó, de nem elég. Hogyan lehet békét teremteni? Először is meg kell érteni, hogy a béke nem születik meg magától. A békéért tenni kell. Sok embernek kell érte dolgozni. Ha ezt nem teszik meg, akkor nem lesz béke. Háború marad. Rossz dolgok maradnak, amit a háború hoz. Ha a rosszat jóra akarjuk váltani, akkor tennünk kell valamit. Ez az első. Aztán miután rájövünk, hogy tennünk kell valamit, ez nem lehet bürokratikus. Politikai kell, hogy legyen, mert csak a politikai vezetőknek sikerülhet megtalálni az utat, a legrövidebb utat a békéhez. Mi tehát az első lépés? Az első lépés a diplomáciai kapcsolatok és a kommunikációs csatornák újbóli megnyitása. Ez ma megtörtént. Tehát ez egy fontos lépés előre. És valószínűleg a szíveket is megnyitotta. Értem, most mindenki azt kérdezi magától, hogy mi lesz a következő, mi jön ezután, mi jár a fejében. Mi a következő meglepetés? A következő meglepetés hétfő reggel lesz, tövessék a sajtót. Remélem, hogy jelen leszek ezen az eseményen. Tárgyaljunk erről. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. A magyar delegáció kormánygépéről búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmüket.